Nagyon izgalmas volt a mai nap. Nagyon sok különböző cégtől voltak itt a résztvevők. Teljesen vegyes volt a kép, kisebb cégtől, közepes, egészen nagy cégtől, sőt állami vállalatoktól is, úgyhogy én nagyon élveztem. Nagyon érdekes kérdések hangzottak el. Ugye mai téma az volt, hogy áttekintettük az egész toborzás kiválasztási folyamatot. Igazából minden egyes lépését érintettük egy picit, nem túlságosan mélyen, azért, hogy egy egységes kép alakuljon ki arról, hogy ezek mi, az maga a toborzás és kiválasztás milyen lépésekből áll. A következő workshopokon pedig az egyes részeket fejtjük ki sokkal-sokkal bővebben, tehát minden egyes lépésre szánunk tulajdonképpen egy napot, hogy áttekintsük. Alapvetően érdekes és hasznos információkat kaptam a toborzással és általánosságban a munkaerő felvétellel kapcsolatban. Nyilván cégvezetőként az egyes elemeivel találkozok nap mint nap a munkám során, de itt fel volt ültetve tulajdonképpen egy idővonalra, egy folyamatra ez az egész, és természetesen többletinformációkat is kaptam ezzel kapcsolatban. Az egész nap nagyon érdekes volt, és nagyon hasznos volt a számomra. Én nagyon örülök, hogy a teljes képzésre jelentkeztem. Sok újdonságot is hallottam, és sok olyan dolgot, amit már sejtettem, és most erre megerősítést kaptam. És mindenkinek ajánlom, aki toborzással, kiválasztással foglalkozik, sőt, szakmai vezetőknek is ajánlom. HR vezetőknek is ajánlanám, de ugyanakkor közép KKV-k vezetőinek is ajánlanám ezt, akik foglalkoznak közvetlenül a kiválasztással. Májusi előadásunk az alapvetően az arculatépítésről fog szólni, a munkáltatói arculat kialakításáról. Ezt nagyon részletesen átvesszük tételesen, milyen elemei lehetnek ennek, mit tudunk ezért tenni, akár kis költségvetéssel gazdálkodunk, akár nagyobbal, hogyan tudjuk a cégünk arculatát, a munkáltatói arculatát megfelelően megmutatni. Kiváló alkalom arra is, hogy más cégek, akár nagyvállalatok vezetőit, HR-eseit ismerje meg az ember, és másoktól is szerezzen közvetlen tapasztalatokat toborzás kiválasztással kapcsolatosan. Mindenkit várunk nagy szeretettel a következő workshopon is. Thank you.